Bár minden szentek csak hétfőn lesz, már ma is országszerte nagy volt a forgalom a temetők környékén. Nagyon sokan indultak el, hogy felkeressék szeretteik sírját. A legtöbb temető ilyenkor a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva. Már a délelőtti órákban jelentősen megnőtt a fővárosi Fiumei úti sírkert forgalma. A látogatók folyamatosan érkeztek elhunyt szeretteik sírhelyeihez. A szokásoshoz képest már most 70%-kal több a látogató, így a rendőrség megerősített szolgálatot teljesít. Az emberek többsége azért választotta az ünnepek előtti időpontot, hogy el tudják kerülni a tömeget. Elsőjén valószínűleg sokkal nagyobb tömeg lenne, és hát 84 éves édesanyám, úgyhogy úgy próbálom vinni őt is, hogy ne lehessen semmiféle fertőzésnek kitéve. Vannak, akik azért jöttek előbb, mert még jó az idő, így tovább tudnak maradni a temetőben. Nem kocsival jöttünk, gyalog meg, ez a temető nem olyan zsúfolt, mint az összes többi temető. Tehát itt nyugodtan lehet még akár elsőjén is jönni, csak akkor meg már rossz idő lesz. A nagyobb sírkertekben, így a pécsi köztemetőben is busszal segítik a közlekedést. Ezt jellemzően az idős emberek és azok használják, akik a parkolási nehézségek miatt otthon hagyják az autójukat. Most nagyon kellemes az idő is, és tényleg nincsen zsúfoltság. A buszon is egész tűrhető volt a közlekedés. Megváltozott a temetők környékének közlekedés rendje, ez történt Zalaegerszegen is. A látogatók a sírkertektől jellemzően csak távolabb tudnak parkolni. A Göcsei úti temetőbe autóval nem lehet behajtani, a biztonságról pedig a rendőrség mellett polgárőrök is gondoskodnak. Figyelünk arra, hogy a gyalogosok a megfelelő helyen, tehát gyalogátkelő helyeken jöjjenek át, tehát ne futkozzanak az autók között. Tehát mindenbe a balesetmentes közlekedést igyekszünk segíteni. Mécseseket gyújtottak a közúti balesetben elhunytak emlékhelyénél, a budapesti Flórián téren. Az összetört autót ábrázoló szobor azokra az emberekre hívja fel a figyelmet, akik baleset áldozatai lettek. Az eseménnyel a biztonságos közlekedésre is felhívják a figyelmet. Minden évben újabb számot vésnek a téren álló oszlopra, azok számát, akik az előző évben útnak indultak, de soha nem értek haza. A 2020-as évszám mellé a 460-as számot vésték a kőbe. Minden szentek és halottak napja miatt november 2-ig a fővárosi temetők meghosszabbított nyitvatartással 7-től 20 óráig várják a megemlékezőket. Azért, hogy a sírkerteket zavartalanul lehessen látogatni, november 1-ig országszerte forgalomkorlátozásokra kell számítani.